Ebben a Bonyhádi könyvesboltban rengeteg témában és műfajban találhatunk könyveket. Az üzlet tulajdonosát kérdeztük a napjainkban tapasztalható vásárlási szokásokról. Hát én azt gondolom, hogy erősödik a könyvvásárlás. Az utóbbi 2-3 évre visszamenőleg én azt tapasztalom, hogy évről évre többen választják az olvasást szabadidős tevékenységnek. Olvastam különböző statisztikákat, nem szeretnék ezzel fárasztani. A legszomorúbb az, hogy Magyarországnak az egynegyede egyáltalán nem olvas. A fiatalok körében jelenleg népszerűek például az úgynevezett öngyógyító könyvek is. Előszeretettel nyúlnak ez felé. Ez egyébként számomra meglepő, de nagyon sok pszichológiát olvasnak. Úgy általánosságban azt tudom elmondani, hogy a krimi, a thriller, meg a hasonló típusú könyveket szeretik. Egy nemrég készült felmérés szerint a férfiak és a nők hasonló arányban szeretnek olvasni. A fiatalok az idősekhez képest nagyobb előszeretettel választják az olvasást szabadidős tevékenységként. Ez egy nagyon meglepő egyébként, mert mindenki azt mondja, hogy jaj, mert a fiatalok nem olvasnak. Igenis, a fiatalok olvasnak, szeretnek, és nagyon sok kisgyerekes anyuka jár be hozzánk. Napjainkban már elterjedtek a digitális könyvek is, de azért ezek még nem olyan népszerűek, mint a fizikai kiadványok. A fiatalok az interneten különböző közösségekben is jellemzően megosztják egymással tapasztalataikat, beszélgetnek a könyvekről. Nagyon pörögnek mostanában a romantikus könyvek, a fantasy könyvek, a romantikus fantasy könyvek. Igazából nagyon megosztó, mert vannak olyan booktokkerek, ha így mondhatom, akik csak krimi könyvekről csinálnak ajánlót, valakik csak romantikusról, és mint én mindenről. Igazából én nagyon széles körben olvasok. A bonyhádiak közül van, aki sok 10 000 forintot áldoz erre a hobbira. Rengeteget. Az éves szinten olyan 50-60 000 forint. Sőt, volt már olyan a Wilbur Schmidtnek, megvettem a könyvét. Eddig mindent az olyan 80-90 000 körülbelül nagyjából. Mindenfélét. Romantikus, krimi, fantasy. A témával kapcsolatban Liebhauser Jánost, az I. és Gyula megyei könyvtár igazgatóját, többek között a könyvtárak népszerűségéről kérdeztük. Nagyon-nagyon fontos minden társadalomban, így magyar társadalomban is, hogy az emberek készségszinten jól megtudjanak olvasni. Az olvasás készség szintjének ahhoz kell, hogy az emberek élvezzék az olvasást, könnyű legyen nekik, ne lehessen ez probléma. A könyvtárak leginkább azt szolgálják, hogy ez a fajta tudás mindenkinek készségszintű legyen. Az egy más kérdés, hogy olvasnak-e nagy regényeket. A tévhitekkel szemben a fizikai szerzemények kora, tehát a jelek szerint még nem járt le, sokan előszeretettel látogatják a könyvesboltokat, könyvtárakat.